Jó estét kívánok! Fényes nappal a nyílt utcán szúrta le férfi ismerősét egy nő Nagykanizsán. A gyilkosság egy családi szóváltás után történt. A férfi a kórházba szállítás közben meghalt. A rendőrségi vizsgálat még tart. A gyilkosság nyomait rögzítik az Zala megyei rendőrfőkapitányság helyszínelői a Nagykanizsai Sikátor utcában, ahol családi perpatvar közben szúrta le 43 éves férfi ismerősét egy 39 éves nő szombaton délelőtt. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de a férfi kórházba szállítás közben meghalt. A vendéglátó család rendezett körülmények között élt, a vendégeket azonban balhés párnak minősítették. A férfi kijött a házból, a nő fölkapott egy kést az asztalról, utána jött, és az utcán folytatták ugye a szóváltást. A férfi próbált elmenni, a nő pedig a konyhakéssel megszúrta. A rokonok azonnal hívták a mentőt és a rendőrséget is. A mentősök perceken belül a helyszínre érkeztek, még újra tudták éleszteni a férfit, azonban kórházba szállítás közben életét vesztette. A nőt a rendőrség őrizetbe vette. A környéken élők közül csak néhányan jöttek ki az utcára, de a rendőrségi kordonig sem merészkedtek el, írta az MTI. A nő kihallgatása még szombaton délután is tartott. Emberülés büntet megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.